Dicsértesség a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket a Bonum TV stúdiójából. Ezen a napon Szent II. János Pál pápa emléknapja van, és nagyon szép evangéliumi részletet kaptunk, hogy együtt elmélkedünk. Hallgassuk meg az Isten igéjét, Lukács evangélium 12. fejezet 49-53. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtják a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? Keretséggel kell megkereszteltetnem, annyira szenvedek, még be nem teljesedik. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem mondom nektek széthúzást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt, 3-2 ellen, és 2-3 ellen. Szembeszáll az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a lányával, és a lány az anyával, az anyós a mennyével, és a menny az anyossával. Nagyon érdekes evangéliumi részletet, amit lehet, hogy mi is időnként tapasztaljuk az életünk folyamán. Most egy pár szót szeretném mondani II. János Pál pápáról, mert mennyire ő is vágyódott teljesíteni az ő küldetését itt a földön. Jézus is ugyanolyan érzéssel volt, hát ő nagyon vágyódott teljesíteni az ő küldetését. És világosságot önt az emberek szívébe, amikor mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy békét teremtjen, hanem széthúzást, és magyarázza is, hogyan. Mert ez valósul meg később, akkor is, amikor az ő élete folyamán is megvalósult, mert amikor őt például elvitte a templomba, akkor mondta a Simon, hogy ez a gyerek jel lesz. Jel lesz sokaknak a feltámadására, és sokak bukására is jel lesz. Már ott is lehet látni, hogy ő jel egy szakadásnak. Feltámadására az azt jelenti, azok, akik benne hisznak, majd felemelkednek, de azok, akik ellene vannak, azok, akik nem fogadnak Jézust, azoknak a bukására válik. Ilyen egy jel. És erről szól itt is az evangéliumban, hogy amikor egy házban, ha többen vannak apa, az anyja, lány, leány, vagy a anyós, meg a menny, tehát ezek a valóságról beszél, és ott is ő miatta lehet, hogy ilyen szakadás, széthúzás keletkeznek. És azt mai napon, mai világban nagyon sokszor lehet látni, a édesanyja akar gyakorolni a vallást, és akkor édesapja pedig nem. És ezen megy a vita, vagy éppen a lánya nem megy a templomba, édesanyja vagy édesapja azt mondja, akkor megy, mert próbáld el gyakorolni a vallást, az mennyire jó és mennyire fontos, és akkor ott is keletkeznek, vagy éppen menj, meg anyós, ezen téren. Jézus és ő benne vetett hit időnként széthúzást okoz, és valaki, aki hisz, az annak a feltámadására, tehát minden embernek az életében vannak problémái. És a problémák valaki jobban tud kezelni, valaki kevésbé jobban tud kezelni. Azok, akik hisznek Istenben, és Jézusban, az ő tanításában részint jobban tud kezelni ezeket a problémákat, mert Isten Jézus által, az ő tanítás által minden dologra adott választ a Bibliában, a Szentírásban. És azok segítségével egyfajta megvilágosodást és erőt kapnak, és azok próbálják megoldani Isten segítségével ezeket a dolgokat. De vannak olyanok, akik egyáltalán nem, és akkor ott
ott egy házban, ha az a történik, természetesen elmondja az eredményeket egymástól, hogy mennyire fontos az hinni a Jézus tanítása alapján élni, és azt tudja a élethelyzetet megoldásra találni, és ezeket, ha elmondja egy másiknak, aki egyáltalán nem hisz, nem is fontosnak tartja, azt fogja, ilyen hülyeséget nem mondja, mert ilyen nem létezik, mert mindenféle, és egyre mélyebbre süllyed az ember. És így már kezdődik ott egy széthúzás. Tehát így egyszerű dolgokban lehet látni, hogy Krisztusnak az üzenete mennyire tudja egyfajta két dolgot hozni az ember életében. Az egyik keretség, itt amikor Krisztus azt mondja, mennyire vágyódik megkeresztelni, kereszteltetni. Mi tudjuk, hogy kétszer úgy szimbolikusan először a Jordánban történik a keresztség, amikor rászáll a lélek, és azután kezdődik a nyilvános működését. A második keresztség, így mondva, a kereszten történik, amikor meghalt az egész világ üdvösségére, vagy a világ megváltására. És itt lehet figyelni, a második keresztség, ahogy olvastuk, annyira szenvedek, még be nem teljesedik. Ezt mondja itt, azt hallottuk. Tehát az a teljesedés a kereszten történik, amikor meghalt a mi üdvösségünkért. És abban a pillanatban valami történik, ami nagyon érdekes módon le vannak írva majdnem minden szinoptik gospeltartó, Lukács, Márk meg Máté evangéliumában, hogy a templom függönye ketté hasadt. Fölölről egészen a aljaig. És ez nagyon ott is ketté hasadt. A templom függönye. Mi tudjuk, hogy a jeruzsálemi templomban, ahol a függöny, ott minden a zsidó vallásban is, ahol a szövetség ládáját megőrizték, ott volt egy függöny, amit már kivonulás könyvében szépen le van írva, hogyan kell készíteni a templomot, hogyan kell építeni, milyen dolgoknak lenne szükség, és ott a függönyről is van szó. És a függöny pedig a szentét és a legszentebb szentjét is elválasztotta. Hogy a szentét a legszentebb szentjétől elválasztotta. Ez volt a függöny. És a legszentebb szentjére, szentebb helyre csak évente egyszer jutott, vagy tudta menni a főpap áldozatot mutatni a saját bűnéért, sőt az egész nemzetnek a bűneiért. Évente egyszer csak szabad lett volna, szabad oda bemenni. És más egyéb embernek egyáltalán nem volt szabad oda bemenni. Ha bement, akkor az van írva, ő halállal halált szenved. Szóval ez a függöny, ami takarta a legszentebb szentét, ahol csak a főpap tudott bemenni, ez a, amit ketté hasadt, szakadt. Ez azt jelenti, hogy ezentúl van nekünk egy főpapunk, Krisztus maga, aki véglegesen pecsételte, most már több állat áldozatra nincs szükség. Itt Krisztus maga mutatott be a legszentebb áldozatot a maga életével, kereszthalálával, és ezentúl rá kell figyelnünk, ő a főpapunk. Nagyon fontos ide figyelni, mert most nyitva áll mindenki számára az üdvösség. Most nincs függöny, hanem Krisztusban találhatja az ember, Krisztusban megtalálja az ember az élet értelmét, és az a folyamat, amit Krisztus kezdte kereszten, amikor kilehelt az élet leheletét, a lelkét, mi is megkapja a kereszteléskor minden ember, aki hozzá folyamodik, aki akar megkeresztelkedni. Akiben rászáll ez a lélek, ő másképpen fogja viselkedni, másképpen fogja hozzáállni egy-egy dolgokhoz. És ez már keresztény, valóban. Azok, akik befogadja őt. Tehát
ő fogja kapni ezt a tüzet. Ezért hallunk, hogy Jézus tüzet hozott a földre. Most erről a tűzről is van szó, itt a tűz, amit megszenteli, kitisztítja az ember szívét. Ugyanakkor a tűz valóban be kell fogadni, ez belülről kell, hogy ígjon. És az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ezek az emberek valóban ilyen lesz. Akár a családban, akár a nemzet, vagy az egész nemzet számára, vagy az egész világ számára. És ezért mondta Krisztus, hogy én nem békét, hanem széthúzást. Tehát azok, akik vállalja őt, és az ő lelkét fogadja, akkor ő jel lesz. Ő maga egy olyan jel lesz, amit széthúzást hoz. Mert valaki fogad, valaki tagad. Az mindig is így lesz. Ezen túl is. Én azt kívánom, hogy mi olyan jelévi valhassunk Isten segítségével, aki szintén olyan jel, aki által Jézushoz, Istenhez az emberek tud közeledni, nem olyan jel, amit természetesen nem oda vezet. Adjon Isten nekünk ezt a kegyelmet ma, amikor ünnepeljük a Szent II. János Pál pápa emlékét, mert ő is jel volt a világnak. Nagyon-nagyon nagy jel. Nem hiába mondta sokszor, hogy ne féljetek. Mert Isten velünk, akkor ki ellenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.